A műsor dekorációját a főtéri városi virágbolt biztosítja. Színészek, zenészek, énekes, költő, elismert művészek jártak mostanában Halason, hogy kulturális élményt hozzanak. Mi pedig igyekszünk ezt továbbadni önöknek. Köszöntöm kedves nézőinket. Mai műsorunkban a Boldogság kulissza titkairól mesél Pikali Gerda és Rékasi Károly. Megszólal a lant és a spinét, hiszen középkori zenével érkezett Halasra a Simplicissimus Kamara Együttes. Az Ékeskapu otthon lakói együtt énekeltek Müller Péter Siamival. Ezt is mutatjuk, lesz program és olvasmány ajánló. Sőt, most először a Halasi Csipke is készül itt a stúdióban, amíg beszélgetünk a közelgő csipke kiállításról. Ez mai kínálatunk, tartsanak velünk! Egy változatos szerelmi történet, 6 helyszínen bemutatva, ez a Boldogság című darab, amit Pikali Gerda és Rékasi Károly előadásában láthatott a halasi publikum a Tavaszi Színház évad legutóbbi produkciójaként. A színművészek most beavatják nézőinket a darab kulisszatitkaiba. Ne viccelj, nagyon, nagyon kedves vagy, nagyon-nagyon szépen köszönöm ez a kávé például. Rebeka. És egész évben véve én erre az egész vendéglátásra 5 pontot adok. A Halasi Tavaszi Színházi évad befejező előadásában a közönség a Boldogság című darabot tekintette meg a Városi Filmszínházban. Pikali Gerda és Rékasi Károly egy szerelmi kalandot mutatott be 6 képben, 2 felvonásban. A 14-es villamoson olvastam a Boldogságról egy szinopszist, és minden lehetőség meg volt adva hozzá, hogy létrehozunk egy darabot, csak maga a darab hiányzott hozzá. Úgyhogy nagy keresésben voltunk, és éppen a szinkronban végeztem, és akkor gondoltam, hogy elkezdek kutakodni. És akkor felszálltam a villamosra, erre kattintottam rá a telefonomon, és a szinopszis alapján úgy éreztem, hogy ezt keressük. Tehát ez mondjuk egy 6 mondat volt, amit ugye a karakterek jellemzéséről olvashattam is magáról az alaptörténetről. Ez megtetszett, átküldtem Károlynak, és akkor azt mondta, hogy vágjunk bele, vagy fordítassuk le. Bardóczi Attila, egyik nagyon kedves kollégánk, aki perfekt beszéli a franciát, ő lefordította, és azt mondta, hogy ez egy remek darab, és akkor így kaptuk ezt a darabot. Jól emlékszem, hogy azt mondtad, hogy felhívsz. Na, és akkor fel is hívnak. És hogy tervezed végrehajtani? Hogy? Hát telefonon. De hogy csinálod konkrétan? Hát, nem az ablakod alatt fogok üvöltözni, hogy gyere már, hanem felcsörgetem a telefonot. Jó, mi a számom? Hát, számot cseréltünk, nem? Nem. De én biztos vagyok benne, hogy igen. Én pedig biztos vagyok benne, hogy nem. Vagy ha igen, akkor mondd meg a számot. Jó. Jó. Lehet, hogy igazad van. Akkor megadod most a számot. A színészpár tagjai azt mondják, igazán élvezetes volt a munka a darab rendezőjével, Verebes Istvánnal. István nem szokott a premierekkor kijönni a színpadra, meghajolni a játszókkal. Mert azt mondja, hogy neki már korábban véget ért a dolga, mint a premier. Nálunk a mi bemutatónkkor ott volt a színpadon, meghajolt, és utána azt mondta, hogy most ismét tehetségesnek érzi magát. Ez óriási nagy dolog. Egy ilyen pasastól, ilyen múlttal, ennyi tapasztalással, egy ilyen gondolatot képes megfogalmazni, hogy a velünk való munkálkodás az újból adott valami pezsgést, valami tüzet. Ez óriási volt. Cukrot? Nem kell. Kár? Tudom. Kis kemény. Hol akkor minden reggel ilyen fűszöttek a kávéhoz? Szabadon, 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 szabadon.
két színművész az életben is egy párt alkot. Véleményük szerint azért működik ilyen jól ez a darab, mert gyakorlatilag saját életükből meríthetnek ihletet. Piszkosul nem szeretnénk semmit sem üzenni a nézőknek. Viszont azt érezzük Gerdával, hogy nem játsszuk, nem részt veszünk az előadásban, ha nem bemutatjuk a nézőknek az előadást, végig éljük az egészet. Nem érezzük közben azt, hogy mi egy előadás részesei vagyunk. Hogy ez egy előadás adott pillanata. Nem. Végig éljük az egészet. És az előadás végén, amikor öltözünk át a civilkébe, a játszós ruhába, akkor azt érezzük, hogy minden belőlünk ott maradt fönn a színpadon. De minden férfival ezt csinálod. Hogy minden férfival? Minek nézett engem? Hát... Tegnap éjszaka az joggal felvett néhány kérdést. Ezt most úgy veszem, mintha nem mondtál volna semmit, és higgadjunk le. Reneszánsz és barokk zene Lanttal és Pinéttel, régi korok zenéivel zárult Halason az Ifjúsági Filharmónia évada. A Filharmóniában most debütáló Simplicissimus kamaraegyüttes volt a vendég. Az előadáson jól megfért Heinrich Bieber osztrák zeneszerző és névrokona, a popstar Justin Bieber zenéje. Reneszánsz és barokk hangulat költözött a közösségek házába. Az Ifjúsági Filharmónia sorozat évadzáró koncertjén régi zenék szerepeltek a programban. A Simplicissimus kamaraegyüttes volt a vendég. Ezt a különleges nevet egy 17. századi regény főszereplője ihlette. Ő egy kalandor volt, és a kamaraegyüttes is szeret kalandozni a zenében. Mi úgynevezett régi zenével foglalkozunk, ez a klasszikus vagy úgynevezett komoly zenének az egyik ága, és annak is az első feletet, reneszánsz, barokk és klasszikus műveket játszunk. A mai előadásunkon egy szerzőre, egy bizonyos Heinrich Bieberre fogunk fókuszálni. Ő egy 1600-as évek második felében élt ausztriai zeneszerző, de egyébként egy rövid snitereig a modern névrokonától is fogunk majd játszani egy számot. Alapvetően két hegedű szonáta köré csoportosul a műsorunk, ez azt jelenti, hogy hát hegedű van benne, és ebben az időben a kíséretet különböző pengettős és billentyűs hangszerek látták el, ezúttal egy lant és egy spinét, azaz egy kisméretű csembalót fognak hallani az érdeklődők. A kamara együttes most debütált a Filharmóniánál, a halasi fellépés volt az első napjuk. A csoport művészeti vezetője örült a felkérésnek, hiszen civilben zenetörténész, így szívügyének tekinti, hogy a fiatalok megismerjék a régi zenéket. A csoport különlegessége, hogy rugalmas a létszámuk, ha úgy adódik, akár 20 zenésszel állnak színpadra. Fellépésekből pedig nincs hiány, hiszen napjainkban keresett a régi zene. Ez egy ilyen flexibilis társaság, ugye amikor ez valamikor elkezdődött, akkor ez egy fix négytagú csapat volt, aztán valahogy az élet úgy hozta a felkérések, meg az egyéb ilyen emberi elfoglaltságok miatt, hogy ez egy kicsit ilyen variábilis lett. Ugye ma itt például hárman fogunk játszani, tehát egy, mint ahogy mondtam, a harmad Viktória fog lanton játszani, harmad Dénes ezen a spinét nevezettük kis csembalon, illetve jó magam német zsombor hegedűn fogok játszani. Szokás mondani, most a barokk zene reneszánszát érjük is képzavarral, tehát egy hála Istennek ennek a műfajnak, vagy ezeknek a stílusoknak most elég nagy kereslet van az ilyen jellegű koncertműsorokra. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy van rá kereslet. Thank you.
A jellegzetes reneszánsz és barokk hangzáshoz a lant mellett a spinét is hozzájárult, amivel egyébként kortárs darabokat is lehet játszani. Amit itt láthattok, az egy spinét, azaz a csemballónak a kis testvére. A zongorához képest, ami egy hasonló billentyűs hangszer, az a különbség, hogy itt nem kalapások ütik meg a húrokat, hanem pengetők pengetik. És így képződik a hang, így hallatszik. És ez adja meg ezt a jellegzetes középkori hangulatot? Így van, ez a hangszer szinte minden barokk felállásban benne van, úgy mint a számozott basszust játszó hangszer, ami azt jelenti, hogy a kottában csak az akkordok jellege van lejegyezve, mint ahogy egy modern gitárkottában például, és a jobbkész szólamat pedig rögtönözve töltöm ki. Az ifjúsági filharmónia erre a tanévre véget ért, de a jövő évadban ismét neves zenészek különböző zenei irányzatokkal érkeznek Halasra. Eljött a nagy nap, az Ékeskapu otthon lakói közösen énekelhettek Müller Péter Szijjámival. A sokoldalú alkotó nemrég Halason járt, örömmel találkozott az otthon lakóival, és elismerően nyilatkozott a halasiak dalfeldolgozásáról. Jól ismert dallamok, csak más szöveggel. A halasi Ékeskapu otthon lakói is részt vettek azon a dalfeldolgozó pályázaton, amit Müller Péter Szijjámi Jó volna szeretni még című dalára írtak ki. A klip a Halas Televízió stúdiójában készült, a versenyen pedig külön díjat kapott a feldolgozás. De az igazi nagy élmény, amire már hetek óta készültek, akkor érte az Ékeskapu lakóit, amikor a református intézmények halasi lelki karbantartó napjára maga Müller Péter Szijjámi is ellátogatott, és közösen is megnézték az alkotást, amiről Müller Péter elismerően nyilatkozott. Televízió rendező szakon végeztem, úgyhogy szakmailag is gratulálok. Nagyon örültem, amikor láttam. Tehát a tévé részéről, ami készült, ahhoz külön. Most azért természetesen van ennek egy ilyen eredendő lényege, és hát az a legnagyobb öröm volt, úgyhogy ugye ebből a dalból született 130 feldolgozás akkor, amikor egy évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy adunk egy ilyen sanszot, főleg középiskolásoknak hirdettük meg, hogy aki tehetséges, bármilyen műfajba dolgozza föl. Most az, hogy ez egy bónusz, tehát már jóval a határidő lejárta után még rátettek egyet, mert azt érezték, hogy ez keretnek jó lesz az ő élettörténetükhöz, az egyszerűen egy borzasztó nagy megtiszteltetés. Tehát ilyen élete egy dalnak nem igen van. Tehát nem tipikus, hogy valaki ír egy négy verszakból, meg refrénekből álló kis dalt, és akkor az keretet adhat nagyon súlyos, nagyon mélyen átélt, ráadásul olyan repes versekben jól megformált nehézsorsú emberek életét elmondó újabb versszakoknak vagy be. Szóval ez nekem a legnagyobb öröm volt ebben az egész sztoriban, hogy egyszer csak ez az otthona lett ez a dal egy csomó embernek, úgyhogy az életük belefért. Tehát én nagyon-nagyon örültem, és nagyon oda vagyok. A projekt ötletgazdája, az átdolgozott szöveg írója Bácsalmási Gabriella, az ő számára is emlékezetes marad ez a találkozás. Nagyon örülünk, hogy eljött a Müller Péter Szijjámi erre a rendezvényre, és én nekem az a legjobb benne, hogy annyira, tehát az emberség, ami átjön rajta,
hogy tényleg egy egyszerű normális ember, aki tényleg szeretettel tud fordulni mindenki iránt, úgyhogy nekem nagy élmény volt, meg a közös éneklés is mindenképpen. A fiúknak, a résztvevő lakóknak is egy nagy élmény, és egy nagy sikerélmény, hogy viszont látják magukat, és volt nagyon sok pozitív komment, meg visszajelzés, hogy más embereknek is nagyon sokat adott ezzel. Nem tudom, hogy mikor, vagy hogy lesz ennek folytatása, örülünk, hogy ez megszülethetett. Halasi előadása Müller Péter Szijjámi sokat mesélt az életéről, a költői, zenészi, színházi munkásságáról, a boldogságról, a nevetésről, az élet bölcsességeiről, és természetesen a halasi fiatalok dalfeldolgozásáról is, amit az Ékeskapu otthon lakói örömmel hallgattak. És hogy még teljesebb legyen az élmény, közösen is elénekelték az eredeti dalt. Jó, öröm, boldogság. Akkor megérte a sok gyakorlás? Megérte, igen. Jó volt, jó érzés volt. Tökéletes volt. Hát nagyon vártam erre a napra, mert sokat gyakoroltuk ezt a zenét, ami éneklet, és most máma reggel vizsgálom, keltem föl az ágyamból, hogy találkozhatunk vele. Jó volna szeretni még, nem tudjuk, hogy szeretni még. Jó volna szeretni még. Üzenek Halas nagy csipkés ünnepe a 19. nemzetközi csipke kiállítás. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem Széchenyi Réda Éva csipke az igazgatója, és Kardos Zsuzsanna művészeti vezető. Ráadásul Zsuzsanna csipkével érkezett, így a beszélgetés közben egy kis varrási bemutatót is kapunk. Sűrű napjai lesznek most a csipkének, így előre is köszönöm, hogy létrejöhetett ez a beszélgetés. Május 4-én nyílik a nemzetközi csipke kiállítás, holnap viszont egy konferenciának ad otthont a csipke. Ez mi lesz ez a esemény? Eseménysorozatunk kezdő rendezvénye, egy nyitó konferencia pénteken 16 órakor, ahová pályázati partnereink érkeznek Szabadkáról, illetve Tavankútról. Ez a rendezvényünk is nyilvános, mindenkit szeretettel várunk. Az érdeklődők meghallgathatnak bemutatkozó előadásokat a Szabadkai Lányi Ernő Egyesület működéséről, a fonott csipke történetéről, kialakulásáról, illetve Zentáról érkezik egy előadó, aki a vajdasági értéktárról fog beszélni. Tavankútról pedig pályázati partnerünk a szalmakép kialakulásáról, készítési technikájáról fog előadást tartani. Zsuzsanna itt közben szorgalmasan dolgozik, és épp beszélgettük, hogy ez egy debütálás itt a halasi csipkének, mert ilyen még nem volt, hogy itt élőben készül a csipke a stúdióban, éppen milyen csipke készülését láthatjuk. Igen, egy 16 órás kis munkát hoztam bemutatni, hát nem egészen alkalmasak a körülmények itt a varrásra, de azért elboldogulok, a szövés részét készítem most éppen. És közben, amíg akkor készül ez a csipke, térjünk vissza a jövő hét programjára, hiszen ez az év kiemelkedő csipkés eseménye. Most mi a tematikája a nemzetközi csipke kiállításnak? Ez évben egy kiemelt, különleges témaköré csoportosítjuk a kiállításunkat, ez pedig az egyházi, vallási motívumokat mutatunk be a csipkéken. A mottónk, dicsérjük együtt az Urat. Ez azt akarja, hogy egyrészt a kiállító alkotóktól kértük, hogy egyházi, vallási motívumokat jelenítsenek meg a csipkéken, ilyeneket hozzanak a kiállításra, illetve megpróbáljuk bemutatni a csipkével díszített egyházi viseleteket, főpapi öltözeteket. Ehhez segítséget kértünk Esztergomból, a Székesegyház kincstárából hoztunk anyagot, illetve Kalocsáról, az Érseki Múzeumból. Tehát nagyon különleges anyagot láthatnak a látogatók, megjelennek a csipkéken kelyhek, keresztek, Betlehem, és
a katolikus egyház díszített öltözékei mellett bemutatjuk a református egyház egyszerűbb díszítésű, de mégis különleges viseleteit is. Széles körül lesz a kiállításunk, és egy külön terembe fogjuk bemutatni pályázati partnereink munkáit, ahogy az előbb is említettem, ugye Szabadkáról érkeztek hímzésekkel, fonott csipkével, illetve a tavankuti szalmaképeket is megtekinthetik az érdeklődők. Mi lesz majd a pontos program, mikor milyen eseményekkel várják az érdeklődőket? Május 4-én, pénteken 16 órakor lesz a kiállításunk megnyitója. A kiállításunkat Bábel Balázs kalocsai érsek fogja megnyitni, ő a díszvendégünk. Ezt követően másnap, május 5-én lesz az egésznapos kézműves bemutatózás, nem csak csipkéket, hanem kézimunkákat is láthatnak az érdeklődők. Meghirdettünk a csipkekészítők között egy versenyt, Dicsérjük együtt az Urat, egy pályázatot. Ennek lesz szombaton 13 óra 30-kor a díjátadása. És ezt követően pedig Erdei Télilla, egy országos hírű csipkeszakértő fog egy nagyon érdekes előadást tartani 14 órakor a csipkeházban. Hát Zsuzsanna, gondolom megnézte a beérkezett pályamunkákat, milyenek az alkotások? Nagyon különlegesek, nagyon-nagyon sokféle technikát vonultattak föl a hazai csipkekészítő művészek, és nagyon-nagyon szépen megragadták a lényegét ennek a témának, és én nagyon el vagyok ragadtatva egyáltalán, nagyon sok szép mindent láttam idáig, és most már katalogizáltuk a csipkéket, éppen ma szedtük rendszerbe, és nagyon örömmel készülünk a kiállításra, és én nagyon örülök neki, hogy ezeket a csipkéket egyáltalán kézbefoghatom és föltehetem. Ugye hát sok munkával jár ez a kiállítás, de nem tudom, hogy már csipkevarók mennyire várják ezt az eseményt. Hát gondolom itt a sok év alatt már ismerettségek, akár barátságok kötöttek, tehát várják ezt a találkozást, hogy ismét lehessen egymással beszélgetni, megosztani a csipkés, meg a varási élményeket. Igen, természetesen, hiszen hosszú évek óta van ugye ez a csipke kiállításunk, és komoly barátságok szövődtek már, amik szinte évközben egy-egy telefon, néha ritkán névnap, születésnap, köszöntés, de ilyenkor úgy meg tudunk örülni egymásnak, amikor jönnek és nagy szeretettel jönnek a művészek, és mi is nagy szeretettel fogadjuk őket. Egyébként aki elmegy erre a csipkés eseményre, vagy aki nem tud, az is meddig lesz látható ez, meddig lehet menni, illetve mi a tapasztalat ilyenkor a csipkeházban, hogy érezhető akár még heteken, napokkal később is egy felfokozottabb érdeklődés, hogy jelentkeznek be mondjuk csoportok? Igen, mindenképpen megnövekedik a látogatóink száma ez alatt az idő alatt. Május 20-áig, két hétig látható ez a kiállításunk, és várunk mindenkit szeretettel. Nézzék meg, mert nagyon sokféle anyagot mutatunk be az érdeklődőknek. Na és mi lesz ezután? Bezár a kiállítás, akkor nyugalmasabb napok jönnek, vagy jönnek az újabb feladatok? Hát az év második fele egy nagyon nehéz feladatot ró ránk. Az elmúlt 20 évben nem érkezett ennyi támogatás, központi forrás a csipkeházhoz, mint ami ebben az évben. Tehát igazán nagy öröm ez számunkra, és nagy felelősség. Az elkövetkező egy évben fogjuk kialakítani a halasi csipke új arculatát tulajdonképpen. Átalakul a kiállító helyünk, úgyhogy komoly feladatok várnak ránk a következő szakaszban is az évnek. Mi pedig természetesen majd bemutatjuk ezt az átalakulási folyamatot, illetve hát ott leszünk majd a nemzetközi csipke kiállításon is. Addig is akkor jó munkát kívánok meg, majd nagyon sok-sok látogatót, és Zsuzsannának köszönjük szépen a kis bemutatót. És a nemzetközi csipke kiállítás mellett még sok egyéb programot is tartogat a Városnapja. Összegyűjtöttük a közelgő rendezvényeket, eseményeket, és már mondjuk is a részleteket, helyszíneket és időpontokat. Zene csendül fel a templomban. Április 27-én 19 órától a Havasi Gyopár és Paprika Trió ad koncertet az Alsóvárosi Katolikus Templomban. A svájci magyar trió ritkaságokat és népzenei dallamokat játszik. A belépés díjtalan, de a befolyó adományokból tehetséges, fogyatékkal élő gyermekek zenei tanulmányait szeretnék segíteni.
Csak fantáziára és világos színű mintanélküli pólóra lesz szükség. Április 28-án textilfestésre, batikolásra, szitanyomásra várja az érdeklődőket a Motola kézműves műhely. A foglalkozás szombaton 15 órakor kezdődik a Végkuriában. Ismét ropják a táncot. Április 28-án szombaton 15 órakor kezdődik a Szent György havi aprók tánca. A helyszín most is a Városi Könyvtár. A 14 éven aluli gyerekeket és szüleiket tánc és énektanulással, valamint kézműves foglalkozással várja a Fészekrakó és a Pásztor Tűz Egyesület. Igen mozgalmas lesz Halason május első hétvégéje. A városnapi ünnepségek május 4-én pénteken kezdődnek. A zászló felvonás után testületi díszülés lesz a Torma Múzeumban. A Városháza udvarában felavatják Vajger Pál csempéből készült címerét, és 16 órakor kezdődik a nemzetközi csipke kiállítás. Május 5-én dél környékén várhatóan 11:30-kor érkeznek a Hősök ligetéhez a 4. Szabadka Kiskunhalas kerékpáros motoros és veterán járműves túra résztvevői. 11 órakor a Malom csárdánál a halasi kerékpárosok is csatlakozhatnak a menethez. A járműveket a Hősök ligeténél meg lehet majd nézni az érdeklődőknek. Május 5-én érdekes katonai bemutatók is szerepelnek a programban. Így ünnepel a 45 éves Kuruc Vitézet Nyugállományú Egyesület és a 170 éves Magyar Honvédség. 5-én szombaton 15 órától a Hősök ligeténél katonazenekar, díszelgő bemutató és közelharc bemutató várja az érdeklődőket. Május 4-től 6-áig nyitva lesz a borudvar is a Hősök ligetében. Idén 10 borvidék és 20 pincészet mutatkozik be. A gasztronómia mellett gyermek és zenei programok is lesznek. A programok mellett olvasmányt is ajánlunk. Viccesnek és könnyednek, még véletlenül sem nevezhetjük azt a könyvet, amit az elkövetkező percekben ajánl nézőinknek a Szilárdáron Református Gimnázium egyik fiatal tanulója alapozgató keretében. Én P.S. Tomástól hoztam az Eton trilógia első részét, a Londinium hercegét, és számomra azért tetszett a könyv, mert a nevével ellentétben az írója egy magyar férfi, aki Gyulán született, és előtte nem igazán szerettem a modern magyar irodalmat, viszont ő megszeretette velem. Maga a történet az egy posztapokaliptikus jövőben játszódik, ahol hát gyakorlatilag Londinumon kívül, ami Nagy-Britanniát takarja, minden elpusztult, és nukleáris savas eső esik állandóan az égből, és a társadalomnak kettő rétege van, a parasztok, valamint a felsőbb réteg, akik jó módban élnek, és mivel nincsenek állatok, sem növények gyakorlatilag, ezért az emberek, a felsőbb réteg a parasztokat eszi. És maga a főszereplő, Demetrius, is egy paraszt fiú, aki azért megy Londiniumba, hogy az anyukáját megmentse, és így eladja magát a felsőbb rétegnek. És elég nagy jellemfejlődésen is megy keresztül, mivel hát a terve nem igazán így alakul, hanem máshol köt ki. És az elején teljesen egyszerű volt a szókincse, meg a mondatai is rövidek voltak, de a végére, ahogy bekerül ebbe a magasabb rétegbe, így az ő kifejezés módja is ezzel változik. Nos, hát kinek ajánlanám? Mindenképpen azoknak, akik nem riadnak vissza a horror kategóriától, valamint szeretik a sci-fit. És szerintem inkább hát felnőtteknek valamint akinek van hozzá gyomra. Elszaladt az idő, műsorunkat Harmat Viktória lantjátékával zárjuk. Egy hét múlva viszont ismét számítunk a figyelmükre. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!